Rakd le a bóját, az egyiket. Itt van mögötte, és akkor majd felvesszük. Az jó. Nekem jó. Ez egy akkora terület, hogy egy olyan 6x6-os még idáig jó, tehát itt simán meg tudjuk ketten horgászni egy-egy bottal. Jó. Mivel akarod azt tetetni? A pellettel. A tövébe, jó sokat. És akkor köré lehet horgászni peremet, szélét. Szomszéd is bójázik kőkeményen. Úgy döntöttem, csinálok egy kis puncstortát. A helyi pelletet, amit kaptunk, hogy beletessük, azt egy kicsit megspékelem ezzel a Venom puncs bojli adalékkal, és megnézzük, hogy mit fog hozni. Jó, viszont csapassunk befele, mert lát a szél. Menjünk gyorsan! Na, te sómetet a bójához. Beszórt az egészet, nekem nem hagyott. Bein. Az én szuper etetésem. Neked háttal etetek. Csak hasznos volt. Sziasztok! Üdvözletünket küldjük a Tokaji Kovácstól, 5-ös faházából. Itt még nem voltunk, úgyhogy most itt az ideje, hogy idén ezt is kipróbáljuk. Szerelékek bevetve, nagyon-nagyon bízunk benne, a jó nagy halat fogunk fogni. Idén még nem sok pontot fogtunk, 1-2-t, úgyhogy... De, én még nullán állok. De tesó, még nullán, igaz, mondjuk igaz, nem is sokat horgáztunk. 2-szer voltam. Úgyhogy most is március vége, április eleje, édesapánkat várjuk, születésnapi, névnapi horgászatra. Reméljük, hamarosan megérkezik. Addig is, ece van. Hajrá, hajrá. Igen. Vannak már a három botja be volt vetve. Most 2 van bent. Nekem már 3 van a tartón, de az egyik az még nincsen bevetve, úgyhogy most csak készítek egy PV-abeget, és hajrá. Na hát a szokásos módon. Nekem még a harmadik botom nincs bevetve, de már a PV-abeget megkötöttem. Arról annak bizony húzta, úgyhogy megyünk, megnézzük. Hát aki kérem tud, az tud. Izgulok. Én is egy kicsit. Az idei év első komolyabb pontja és a legkisebb botom jött. Melyik botom jött? Megnézzük. Az Enzol Slim. Megnézzük. Jó, csak nincs rajta csapka, az a baj. Mi jön meg a kis ciripeli ors? Bizony. Te itt ezzel szeretsz tevékenykedni. Hozok ki neked egy csapkát. Jó. Sem. Még jó, hogy 5-esom legalább lehet. Lehet, hogy láttok halat. Neki jabáljuk el. Voltunk már így, hogy Rolandnak beindult, aztán a végén ment a pislogás. Tibik megmondta, hogy mindig ezt csinálja. Nekem lassan beérő etetőanyag. Meg te van, hát oda mentünk be először etetni. Hát meg a házi pellet. Az azért bevonza, meg a Venom aroma. Az, milyen jó édes volt. A puncs Venom aroma. Gondoltam, hogy nem a házi pellet, hanem valami Federmania tudsz veszíteni. Szerelik ez a bot. Meg nyekereg. Ez lehet, hogy jó hal lesz. Jaj, az a gumibizbasz, gumiharang, mi? Uh-huh. Nehogy beakadjon a spiccedbe. Majd lejjebb húzod. A spiccedet? Ott a halt, a víz tetején. Ilyenkor szokott beindulni. Anya sorog, mire jött? Merre dobtad? Melyik volt? Mikó? Jaj, de jó. Szépen lecsúszik az a gumiharang. A hal megy el, te soha nem, hogy ezért gumiharang csúszik le. Csúszik le a zsinóra. Igen? Aha. Igen, még nem láttam ekkora halat. Hát, még én sem. Jó, fejbe kell eljönnünk, hogy nagy halat láss. Igen. Jó, hát ez szép testes. Megmeríted magadnak, vagy először? Jó, nehogy az agyod letérde, az ezt akkor elmegy. Nem fog ezt a sobot. Nem? Ez nem olyan jelentős. Nem? Nem bizony.
Hol a hát? Egy jó 10-es. Oho! Lett egy levegő. Jó, és kész. Szépen belefett. És hát az új szabályok. Tesó most fogja hallani őket, nem lehet kivenni a halat. Viszont nem. Hanem melles csizmát kell venni. Igen, úgyhogy jössz ide tesóm. Majd mindjárt megyek. És akkor odavall, hogy el kell vigyük a halat. Jó. És akkor te beugrasz a melles csizmába, ott beletesszük a mérlegelőbe, és ott veszed ki a horgot is. Na, jó. Ennyi. Íme az első. 19 kg-os. Szép. Csinálok róla egy... Egy mit? Egy fotót is, jó? Jó. Szép, gyönyörű. Majdnem 20-as. Majdnem 20, de még nem. Elején azt hittem, hogy 20 lesz, mert 22 valamennyit mutatott a mérleg, de az csak a... Hát ez elment. Gratulálok, tesóm! Ma már nem betlizünk. Hát te, én idén még nem fogtam halat. Tesóm, ez kollektív. Együtt dolgoztunk érte. Mondjuk én találtam a helyet. Így van, így van. Fáj is a kezem a sok izét a pugatúrudozástól. Én megevesztem. Geti. Jó estét kínálok. Mi történik? Elmozgatta a PV a begemet. Ajaj. Valószínűleg egy kis keszeg lesz. Picsában. Jobban örültem volna én is egy ilyen 18-20 kilós halnak, mint amit ez Lomé volt. Erre tudod, hogy van tesóm ezen a tavon? A nagy boilire jönnek a keszegek, én meg a kis mikrocsalika fogom fédő. Ez izé van. 12-es ilyen wafter. Igen? Aha. Uh-huh. Na, megnézem. Nézzük jó? Meg. Jaj, hát nem a múlt. Épp mondani akartam, hogy valószínűleg egy izé lesz. Meglátja a fényt, egyből elindul. A múr, hát kirohant. Kölyök a múr. Azt se lehet kivenni, azért is be kell menni? Hát csak nem. Minden halér, nincs kivétel. De még kiakadhat. Most akkor nem kell bemenni, érti? Hát ilyen is van. Nem akartam elkiabálni, de mondani akartam, hogy olyan amúros kapás. Az előző is az volt egyébként. Igen, valószínűleg csak azt ki tudta köpni, nem akart meg a száján. Hát igen, mert ugye a spinnerig és a spinner az amúrnak nem nagyon akarni. Nem megyek, hozok egy merítőt. Hát ez jó lenne. Jól becsülnek, tesó, mert idei első halad. Igen. Mondjuk nagyobb, mint az én idei első halam. Na látod. Mint az első trésze. Jó van. Ügyes. Én az idei első halacskám. Az még pacsoltasd meg egy kicsit. Hát pacsolja. Mutasd meg még egyszer. Várjál. Igaz. C1-re jöjjek egy fotót. Nem, engedem vissza. Jó. Mennyi lehet ez? 4 kiló? Hát te fogod, nem én, tesóm. Jó, akkor 4 kiló. Hideg a víz. Én azt hittem, becsapós ez a meleg tavaszi idő, mert ma volt 20x fok, de a víz az elképesztően hideg. Akkor holnap igen fűrnünk benne, tesóm. Jó reggelt kínálok. Jó reggelt. Hol van az már? Hát ahova készülsz? Megyek etetni. Ez jó. Úgy látom, mert a szomszédok is a vizen vannak. Már szinte mindegyik, igen. Pedig Ádám megmondta, hogy te legyél az első. Nem, itt az utolsónak kell lenni. Jó, akkor még ráérünk. Itt van édesapánk is. Hát a Roli meg aztán fogja a halat. A szuperhelyről. Ez az, amit eldobták Kenyába? Nem. Ez ott van a bóján. Ez az a helyről jött, amit megtaláltam neked? Az arra. Arról, ahova elvittelek csónakkal. Ó, elsodort a szél.
Mi lesz ez, hallod? Ez egy dévér keszeg? Kárász. Dévér. Jó, hallod, ez egy kilós dévér. Jó, a dévér. Ilyenek is vannak benne? Dévényi Tibi bácsi. Anyám. Jó van, nem baj, hogy az enyémet nem ilyen vette fel. A PV-beget. Hülyét is kapnék, hogyha a PV-beget vennék fel. Hát de nézd rá, ez nem nagyon hasonlít az amúlhoz. Nem. A kapás olyan volt. Igen, egyébként. Hát ilyen is van. Dévényi Tibi bácsi. Tibi bácsi. Jötte? Meg gondoltam, felmutattad volna. Mert azért szép nagy volt. Egy akkora dévér. Olyan büdös lenne utána a kezem. De azért. Hát, azért. Még egy halki pipával. Ennyi. Ez biztos, hogy nem dévér. Azért nézd meg, a 150-est meghajlítja rendesen. És oldal az úgy, hogy ez tuti ponty. Csak a kérdés az az, hogy 20 vagy 30 pluszos. Abban ilyen kicsi kis ott. És nézd csak eddig. Ez a második, ami PCR-re. Nem tudom, mi lesz, mert nagyon könnyen kijött, és már itt van kint. Ki rakott ebbe ilyen halat? Szánkáztasd bele. Láttátok? Öcsém, így kell meríteni reptébe. Get in! Ez az én halam. Te már, a tiéd már elment. Az enyém már elment. A tiéd már elment, ezt én fogtam merítővel. Hát te som vagyod a mellett, ezt menjél bele. Én nem, te halad. Újabb rekordhalat szeretnék megmutatni a Tokaji Kovács tavon. Ilyet én még itt nem fogtam. Ezt nézzétek! Nagyjából olyan 3 zacskó tej lehet. 3 kiló. Ádám mondta, hogy nem is tudtam, hogy ebben ilyen kicsik is vannak. Hát tényleg nem tudtam, hogy ebben ilyen kicsik is vannak. De hát nézzétek meg! Erőtől duzzadó. Csak úgy eltéptem, mert úgy cuccot. Egy ideig egy elbizonytalanodtam, mondom, úgy oldalazik, mint egy ponty, úgy jön, mint egy amúr, és olyan kapása volt, mint egy keszegnek. Na de hát ez pontyocska, visszaengedjük. Ezért is fel kellett vennem a mellett csizmát. Na, hadd menjen csak szépen. Apád, anyád, ükapád, meg a dédumakák is ide jöjjenek. Nem adja ki. Eddig ugyanúgy állok majdnem, mint az eddigi, az év eddigi pecáin, annyi, hogy fáradtam újra beljebb vagyok, de most váltok. Ziggentyűt felteszek. Még ilyen szélbe sokra, amit nem fűzök hozzá, de hát kevesebb kapásom nem lehet, mint most van. Úgyhogy egy kis szivacs. Ananászos gúb. Elviszi a gúb. Az a szél, már bocsánat. Rohadt egy szél van. Undorító. Jó, begúzom. Beküldöm az etetésem felé. Aztán mi baj lehet? Legfeljebb elhúz egy 30 kilós és ezzel a kis 8-as oroggal. Ilyen ziget találtam, most nem akartam kötözgetni. 1,60-as a víz körülbelül. És én találtam egy 1,50-es ziget, és azt visszavágtam 1,30-ra. Tehát nagyjából 30 centivel a víz felszín alatt fog lebegni ez a kis szivacs. Na, gyerünk, dobjuk be! Tessék, nem egy 1,20-ast vágtál vissza egy 1,30-ra? Egy 1,20-ast nem találtam. Ja? Meg ezt nehéz visszavágni. Tibike, mit szólsz ehhez? Hát így szólsz, jutok. Mit kocsvasztasz, tesó? Tesókán, smeklevest főzök. Gyönyörű. Jó. Még extra csípőska. Jó. Nagyon jó lesz. Na hát ő lett a mai vacsorám. Tesóm is azt... Csípőst ne kell folytani viszkivel. Tesóm is azt falatozza, csak a jobbotok mellett. Azt mondja, tesóm, osztam egy kicsit az észt. Hát... sokat nem tudok mondani. Talán annyit, hogy... tesómnak tönkre ment a széke. És a Daivától beszereztünk egy ilyen, nem tudom milyen ez. Chairwood Arms, vagy valami ilyesmi a neve. Hát tulajdonképpen egy székük van. És bazi jó, tök kényelmes. Idősebbeknek annyira nem ajánlom, mert ugye mélyen kell ülni. Leülni nehéz. De ő, ha már leültél benne, nagyon jó, ilyen majdnem fekvő pozícióban. Úgyhogy örömé boldottál. Hal az nem sok van. Hát nem. Ellenben húsvét hétfő. Ja.
Mindenkinek kellemes húsvét ünnepeket kívánunk, így utólag is. Valóban. Húsvétkor én, húsvét hétfőn én jellemzően a bázison szoktam pecázni. Szerintem ez már tavaly megszakadt, de az előző 2-3 évben ez megtörtént mindig, és szép halakat szoktam fogni. Hát itt még a szép halak váratnak magukra. Ugye Tokajban vagyunk, a Kovács-tavon, és rengeteg hal van itt, de mi nem nagyon találkozunk vele. És hát így most alkonyatkor kiültem ide kémlelni a vizet. Hát a mi szektorunkban egyetlen egy halugrást sem láttam. A túlsó velünk szemközti szektorban, azt hiszem az a 4-es háznak, vagy a 3-asnak a szektor, nem tudom pontosan. Ott mozogtak a halak, 3-at is láttam kiugrani. De nem mondanám, hogy olyan nagy fogások lennének a tavon. 4-es házban még nem nagyon láttam akciót a mai nap folyamán, de lehet, hogy még tegnap sem. A 3-asba fogtak 2-t. Mellettünk a 6-osban szerintem van halak. Több is. Lehet, hogy most is éppen fárasztanak, de mintha azt hallottam volna, hogy amúr. Főleg sok amúrt. Igen. Fogtak, talán egy 20 feletti pontjuk van. Hideg még nagyon a víz. Még annyira nem indul be. Most miattam kellett ilyen korán jönni, mert a következő 3 évben velem lesznek a gyerekek, úgyhogy hétvégén, úgyhogy igen, április közepén nem tudtuk megoldani. Április közepén szerettünk volna, de mivel még talán a jövő hétvége jó lett volna, de utána 3 hétig nem, ezért ide esett a választásunk. Ráadásul 2 házba lettünk volna, 5-ös, 6-os, csak Tibike nem kapott szabadságot, így a 6-os le kellett mondani, úgyhogy 2-en vagyunk, Tibike ma látogatott meg minket, hát sokat nem veszített eddig. Igen, itt ült, aztán nézte a nagy semmit. Azt mondja, addig marad, amíg nem lát egy halat. Mondom, miért hoztál pizsamát? Hát most ez ilyen, nem baj, pihenünk egy jót. Jön majd hidegfront, lehet, hogy ez egy kicsit megmozgatja a halakat. Holnap eső. Igen. Bizakodó vagyok, hogy hát ha ez a 2-3 nap meleg egy kicsit megnyomta a vizet, meg kéne mérni majd, szerintem megmérjük a hőmérsékletét. Hogy? A díperrel vagy valamivel. De se díperünk, se valamink. Akkor majd megkérjük valamelyik szomszédot, hogy mérje meg a vizet. Én amikor belementem, szerintem 10 fok környékén volt, amikor ugye a halaló bűvészkedtünk ott. Telefonod nem vizáló? De, csak nem, nincs rajta hőmérő. Nem méri? Francba. Előttünk volt, illetve ezen az álláson nem horgáztak előttünk, a 6-oson volt az előző turnusban egy társaság, és nagyon szépen fogtak. Azt hiszem 4 darab 20 pluszost fogtak, meg azon kívül még jó pár halat. 26-7 volt a teteje a halőrök elmondása szerint. Azzal szerintem mi is kiegyeznénk. Aztán simán lehet, hogy még ez előfordult. Figyelj, alig másfél napja vagyunk itt. Tulajdonképpen egy éjszaká vagyunk, most jön a második. Nekem az éjszaka volt csalódás. Én megmondom őszintén, azt hittem, hogy éjszaka azért lesz, fogunk egy-egy halat, vagy valami, és teljes csend volt. Mondjuk annyira nem, mert nem tudtam aludni, de melegen volt, elhoztam a nagy hálózsákomat. Házba semmi fűtés nem kapcsoltunk be, az ablak is nyitva, és olyan melegünk volt, hogy őrület. Ma nem hiszem, hogy az lesz, mert most jön a hidegfront. Ma már hűvösebb lesz. De majd meglátjuk. Gyertek, még van. Még a nagy része hátra van a túrának. Szerintem jó helyeket választottunk, ki kell tartani mellett, előbb-utóbb oda találnak alak, és akkor megfogunk egy-két nagyobbat belőle. Igen. Én fogtam már egy 19 kilót. De mennyi 2 órával a bedobás után szállt? Bizony, úgyhogy én azt hittem, hogy ez komoly lesz, de ott meg is állt sajnos. Ugye 5-kor mentünk, vagy 5-re fejeztük be az etetést, mert helyet találtunk 5:30, aztán mondták, hogy 5-ig lehet etetni, gyorsan beetettünk, 5-kor kezdtek el a botok bekülönösnek, hát 7-kor meg volt a nagy halat. Azt hittem, hogy a babis hús, nem mondom, megint én választottam a rossz oldalt, mert onnan a jobbról jön, de hát az volt az utolsó eddig, aztán még jöhet. És meg ránézek a telefonra, és 7 óra 20, 10. 24 órája semmit nem. De, fogtam. Ma fogtál egy pontot. Tényleg egy kis pontot fogtam, úgyhogy nem is gondoltuk, hogy van ilyen kicsi ebben a tóban. Hát a szokásos, teson fogja a halakat, én meg filmezem, meg nézem, viszont viszkikórát. Hát egészséget. Szép idő van. Ja, most már jó, hogy nem fúj a szél, borzasztó. Jaj, egész nap olyan szél volt, azért nem is csináltunk felvételeket, mert ilyen 40-50 km/h. Most lehetne csinálni az unboxing videókat. Hát csak már ilyen sötétben már hova. Nézzétek az új sorozatunkat, unboxing. Nem leszünk a Netflixen egyelőre, még csak a YouTube-on. Igen. Hát YouTube, meg ezt inkább ilyen TikTok, meg Facebookra fogunk kitenni, azért is álló formátumban forgatjuk. Benéztem, mert a YouTube-ra csak ilyen shortsba csak 60 másodperceset lehet kitenni, ezek mind hosszabbak lesznek, ilyen 1-2 percesek, de mindegy, megy normál videóba, hát majd mobilon nézzétek már. Na, ha már ilyen szép szélcsend van, akkor
bemutatom a botjaimat, mert hát megint sikerült új botokat hozni. Úgy döntöttem, hogy beszerzek egy ilyen általános botot. Az általános alatt azt értem, amikor nem kell nagyon távolra dobni, és akkor egy kis egyensúly a távolság meg a választási élmény között. És nekem a Crosscut széria az nagyon tetszett a Dajvától, mert ez az egyik, vagy talán nem az egyik, hanem a legvékonyabb blankú Dajva pontyozó bot. És akkor kinéztem ezt a Crosscut Traditional Carp nevű botot, amit a Dajva Magyarország segítségével sikerült beszerezni. Két darab, 366 cm hosszú, tehát 12 lábas, 3 libra tesztgörbélyű. És hát ez azért traditional, mert a nyelén láthatjátok, ilyen szép kis parafa borítás van, és hát ezen még rajta vannak a gyári műanyag borítás, még nem sikerült vele 5 kg feletti halat fognom, ezért még ez rajta van. És a harmadik botnak visszakértem a tavaly nálam vendégeskedő, ugyanígy Crosscut, az Crosscut XT bot, az ugye láthatjátok, az ilyen zsugor csőborításos, az 3,5 librás, mert azzal a PVA begezek, ezekkel pedig hát spinner rig, illetve D-rig van rajta. Nekem azért tetszik ez a bot egyébként, a blankja szerintem teljesen ugyanaz, még a mintázata is ugyanaz, nyilván a feliratok eltérőek. A gyűrű, az orsótartó az ugyanaz, az a DPS orsótartó, ilyen csavaros. Ugye a nyelyről már beszéltünk, hogy más, illetve a gyűrű, ami még szembeötlően más, még a Crosscut XT, hogyha tesó, ide fordulsz egy kicsit, akkor itt látod, hogy egy ilyen betétes, hát nem tudom, van titánium oxid, vagy valamilyen ilyen kerámia betétes gyűrű van, még az XT-n ezek a TDG, ezek a minimál gyűrűk, így ez jóval nagyobb a gyűrű átmérője, mert a gyűrű átmérőt ugye kívülről nézik, és a belsejéből hiányzik a betét. Hát ez valamilyen ilyen eléggé kemény fém betét van a gyűrű belsejében, nem kerámia betét, és ilyen kis vékonyka az egész. Hát én kíváncsi vagyok, hogy milyen élmény lesz vele halad fárasztani, egyelőre sajnos még nem adatott meg. Illetve nagy dilemmában volt, hogy milyen orsót választak rá. És végül az idei év egyik újdonsága, az Emblem új szériája, az Emblem 2345 SCV QD orsóra esett a választásom. Hát itt láthatjátok itt a Crosscut, az XT boton, itt pedig mellette az Emblem, méretben hasonlóak. Nyilván az Emblemnek a műszaki színvonala egy kicsit magasabb, ugye ez egy, hát mondhatjuk, hogy felső középkategóriás orsó, hadcsapágyas, azt hiszem a rotorját átdolgozták, az most már egy ilyen könnyebb anyagból van, illetve ami számomra nagyban döntő volt, hogy a két dolog, az egyik, hogy az Emblemnek hosszabb utas a fékje, a Crosscut ilyen negyed, maximum fél fordulaton játszik, az Emblem inkább háromnegyed, egy fordulat még a szabadon futóból a fárasztó fék, vagy a teljesen bezárt fékig eljutunk. És hát másik nagy jó tulajdonsága az Emblemnek, hogy van hozzá egy pótdob is, és az ráadásul egy mélyebb pótdob, tehát van egy távdobódob, az egy sekély dob, 300 méter 35-ös zsinórból, illetve van egy mély dob, azt majd az olyan pecákon, amikor ilyen behúzós pecára megyünk, azt majd ott fogom használni, hiszen ugye ilyen vastag előtét zsinóra arra fél rá inkább. Hát így nagyjából ennyi a bot, és hát remélem, hogy ezen a pecán még lesz rá lehetőségem, hogy megnézzétek azt, hogy hogyan görbül. Eddig egy halat fogtam egy amúrt, az PVA begre jött a régi XT botra, úgyhogy még a kis Crosscut Traditionek váratnak magukra, hogy megmutassák, mit is tudnak hal alatt, úgyhogy szurkoljatok! Itt a húsvét, itt a null! Mi ezt a sókám? Csak nem halat húzol. Hát, ja. Papásom volt. Az a helyzet, hogy már megőrített a jelző, mert látjátok, ráraktam egy vizet a... Nem látják. Ráraktam egy vizet a akármire, mert elég nagy szél van. Ugyanis megjött a hideg front, vagy hát legalábbis az előszele. Az most itt van. És már mondtam Rolandnak, hogy itt ezen a részén a tónak is már hallottam egy-két csobbanást. És most hála Istennek az első rendesebb kapásom, bár ki tudja. Na milyen halt, tesóka? Még nem láttam. És érzésre? Néha szépen búlogat, fejrázás nincs. De hát az ki tudja, hogy azért nincs, mert még hideg a víz.
azért mert jobb, ha tédre is azt mondtam, amikor itt megláttam, hogy egy jó 10-es, 12-es. Aztán majdnem 20 volt. Csak nem elindult. Le. Nem sokára. Majd kiveszi a kezemből a botot. Jó. Azt a sokám, az 10 pluszos. Hát én levehetjük a botról a borítást. Nosom, ez nem 5 kilós. Nem bizony. Nem. Ez tény is megvan. Nézzük, hogy... Jó, de szép. Háta van. Széles háta van. Olyan. Háta van. Az ólom az itt van. Na. A horog is ott van. Aha. Azt hittem, van vagy 12. Ezt mondja, negyede az egyébnek. Nagy batekos vagy most. De jó, hogy... Na hát... Ezt nézzétek. Tesóm az első mérésnél megtréfált, hogy ő levonta az 1/6-ot, de nem. Úgyhogy ez kereken 19 kilós ez a halacska. Gyönyörű. A C3-as 24 mm-es boldira jött, úgyhogy megérte felrakni ezt a nagy golóbist. Hát, boldog vagyok! A hidegfront, remélem most beindul. Gyönyörű, szép. Gyönyörű halacska, még egyszer megmutatom. Kisebbnek hittem. Akkor útjára eresztem, jó tesó? Jó. Gyönyörű, szép, ennyi szépen. Azt kell mondjam, hogy nyugodt volt a hal, és bár egy kicsit idéző... Belement a víz? Gyerekek! Gyúúúú, határ! Ennél szélesebbre már nem menjetek! Na, azt akartam elkezdeni mondani, hogy lehet, hogy bement, nem tudom, hogy már egy kicsit kényelmetlen ez a ez az egész hó beleban, de azért a halaknak jót tesz. Jót teszik. Nem visszük ki azért nagy testű halakot, szétvennék. Itt egyet ugrott, az is a vízbe, tehát itt elveszti ugye a... Minek hívják ezt így? Ugye a vízbe nem tudja megütni magát. Hát igen, ennyi van leszorva itt kővel, láttátok, hogy beléptem ezért a matracért. Hát mennyi múlott, tesó? 3 centi, hogy nem ment be az oldalama? Ja. Hát mindegy, úgyhogy... De itt nézzétek meg, faszául feltöltötték, mert nagyon jó feltöltötték, térdig ér a víz. Figyelni kell, hogy itt maradjatok. Hát, Jetin! Gratulálok, tesó. Köszönöm szépen! Én most már úgy érzem, hogy fogunk még. Fúj a szél, esik az eső, itt is az előtér is tiszta víz. Reméltek el az eső, akkor itt valami rongyal le kell törölgetni. Mi ez a visítás, tesókám? Mi ez a fütyülés? Fütyül a zsinóram. Ádám meghozta a halat! Éppen most beszéltünk Ádámmal, felhívott, hogy mint lesz, hogy lesz a közönség találkozón, hogy főzünk nektek? Mit főzünk nektek? Aztán le kellett dobnom a telefon, mert elcsipogott. Kőkemény időjárás van. Nem tudom, mennyit hallottok belőle, és faág összeszedte a zsinóromat, úgyhogy most szerintem lerakjuk, és azt kiveszük azt a másikat, mert ez így össze-vissza fogja csavarni az összes zsinort. Jó. Itt a hal lassan. Ha, merítő meg sehol! Mögötted van, tesó. Nehogy ettem mög! Nem ötted meg? Be van itt minden készítve. Köszönöm szépen! Megmondta Bujáki Géza, hidegfronttal indul meg a pontyforgás. Ugyanazt a csalit húztál, mint tegnap. A nagy golyó is. Ajaj, akkor be kell cserélnem egyiket nagyra? Igen, az egyikre rakja az fel egy nagy olmot. Az erősebb botodra, aztán lehet egy nagy golyó is. Az lesz. Nem olyan nagy, tesókám, 10 plusz. Na ez már tényleg nem lesz 15-ös. Nem? Szerintem nem. Ahhoz képest megy, mint a mérgezett egér. Ez a szél jól felkavarta a vizet, hallod? Itt van a hal. 20 centivel a víz alatt, ezt nem lehet látni.
első kísérlet nem nyert. Nem, mert még nem pipáltam. Még nem pipált, ja. Fáraszt ki rendesen, tesó, mert itt fog vergődni, tudod, a matracba. Ez nem baj. Getin, templő! Getin, egy hatot abból még le kell szedni. Hát akárhogy szedünk egy hatot, tesókám, ez... Ez 22 feletti. 22 kiló fölötti. Azt Getin! Mondtam, hogy ez még mondtam, hogy kisebb, mint a másik. 15-ös! Getin! Gyere, segíts! Köszönöm! Hát pedig erről vizes fotó kéne. Hát elég vizes vagyok, tesóm, hidd el. Hát nézzétek mekkora! Na hát megjött a következő halacska. Ő is a C3 24 mm-es Waftersre és 22 kg feletti. Gyönyörűséges, ezt nézzétek! Leteszem, még lefertőtlenítjük. Nem győzöm hangsúlyozni egyébként, hogy mennyire jó kitaláció volt ez a... Horgászoknak nem annyira kényelmes, viszont nyugodt a hal, nem vergődik, nem ugrál, nem törjük szét, úgyhogy le a kalappal a tógazdák előtt. Csak mondom még egyszer, nagyon vigyázzatok, hogy egy méterre lemenjetek odé, mert beleestek, mint én majdnem tegnap. Na, tesóm, hozd a fertőtlenítőt, légy szívesen, nagyon hozzá. Még egyszer bemutatom, ő az, és el is engedem szépen. Szia, halacska, köszönöm szépen az élményt. Hogy is szoktad mondani, tesóm? Kiseggeltük. Tokai Kovástól megérkeztünk. Azaz. Uha. Menjél be, mert elázol. Ezek vállalak is tudják, hogy mikor kell jönni. Hát ítéletidő, azért gyerekek, erről nem volt szó. Volt arról szó, hogy jön a hideg front, de pakker, azért ez már több annál. Ez egy brutál nagy vihar. Az a szerencsé, hogy mind a kettőnknek van melles csizmája. Különben már rommáztunk volna mindenünk, csurom víz lenne. Most tesómnak behoztam ide a botjait. Megvárjuk még kicsit elül a vihar. Az enyémek meg, amíg megvannak. Igen, itt vannak a házában, amikor eldönt a szélárnyékban. Hát ha megfordul a szél, akkor maximum rátolja a házra. Gyakorlatilag a tesómnak innen bevitte a rottpodját. Hasra vágtam magam, úgy szedtem ki három botot meg egy rottpodot a vízből. Majd nézd meg bent a izét, hogy vízesek lettek, mennyire... Micsoda? Hát a jelzők víz alatt voltak. Hát majd kiszárad, hát most is víz alatt van, tesó. Igen. Szakad az eső. Néztem, hallod, nézzétek, a vizet tele van faággal, ezekről a fákról mind beviszi a víz. Ez nagyon durva. A baloldali jelzőm teljesen fel volt, meg ott húszott előtte egy faág. Na mondom, baszd minden. A faág izé elkapta. Ott van, köszönöm minden. Húzom, hát mondom, ez le is van akadva, behúzd az iszabba. Aztán rúgott egy ez. Mondom, bár. Milyen ló? Nem milyen ló az fokkán? Hát akkora. Ó, ítéletidő. Még jó, hogy hoztam több ruhát, hallod. Ja. Ez megint nem kicsi, ez megint 20 biztos. Szép nagy. Itt a hal. Szép nagy. Ó, de gyönyörű. Frankó idő van. Még jó, hogy nem sátrazunk. Nem érsz be addig, mi? Teker még rajta egy kicsit. Jó van, belepuckázott. Nem, pont, hogy túl volt tekerre, nem tudtam átfordítani a bot felé. Na hát gyerekek, sikerült fogni egy bőven 19 kiló feletti koit. Az igazat megvalva, húztak a híján 20 kiló. Gyönyörű szép. Megmutatom nektek. Gyönyörű szép. Ugyanaz a csali, 24-es cég. Erről mindenképp kell egy jó fotó, tesó. Na hát akkor útjára engedjük ezt a gyönyörűséget, ezt nézzétek! Gyönyörű szék! Na mehet szépen!
Ő kemény. Megtörtént, aminek meg kell történnie, úgyhogy most megtörténik, aminek szintén meg kell történni. És egyébként jól is jön az, hogy ezt leszedjük, mert ilyenkor szokott az lenni, hogy ugye a peppenészedik a parafa. Emlékszel ugyanitt, mit mondtál? Vagyis egy állással arrébb egy éve? Mit? Hát te sokám, én ezt nem fogom végigvárni, még te azt leszeded. Igen, és végigvártad? Vagy én végigvártam? Hát valami olyasmi volt. Hát nem könnyítette meg a dolgomat az, hogy meg kellett várni a szakadó esőt, mert amiatt ilyen nehéz leszedni. Na, úgy szemetelés. Jóba van állítva a jelzőm, hit, rángatom a botot, meg se tóla. Azt az elsőt majd leveszem, csak ezt kidobom. Hát ennyi. Botok felavatva. Ezzel egy. 19? Egy 19-8. Egy 19 valamennyi, meg egy 22 ezzel. Ezzel meg az a gyönyörű 19-8-as koi. Ezért nem fogok én 20 pluszosokat esom nálam. Nincsen új bot, amit fel kell avatni. Majd lesz. Ezt is elmondjuk majd hamarosan a nézők. Köszönöm megint. Takácskodtam. Bizony, te sokan. Hát közül. Most kérlek szépen, a steaknek csinálok alapot. Egy kis zsíradékot sütök ki. Uh-huh. Kis szalonna. Ez lesz majd az előétel hozzá. Kis pörcögős szalonna. És édes burgonya lesz a szalonna zsírján lesütve. És utána, hogyha ez megvan, akkor jön a steak. És a végén mindent összeöntök, visszamelegítem. Azt rengeteg édes burgonyát sütheted egy óráig. Hát, telepakolom, aztán majd letakarom. Na, nézzük. Hőha. Jól néz ki. De ez még izé? Az még hozé? Medium rare. Ó, tökéletes. Hát... Még főzni kell egy kicsit? Ezt szerintem még kellene. Jó, hát akkor mehet vissza. Jó lett, tesó? Szerintem jó. Tökéletes. Gyönyörűen szép. Jó, akkor csapjál nekem is egyet, aztán hajrá. Hát igazad volt, tesó, miatt jöttünk ki már megint. Ez az, amit újra dobtam még itt lefekvés előtt. Korábban volt ott egy mozgás. Most meg azt tudtam, hogy hol vagyok, már megint. Már orra estem. Kőkemény volt. Gondolom sem kemény, megint a nagy golyó is. Na, milyen hajtason? Szép lassan, komótosan jön. Úgy, mint a többi eddig. Marad a 20-as átlag? Ha nem számoljuk a 4 kilós amúrnak. Marad a 20-as pontja átlag? Marad. Bossz, tüzeli. Kérd meg, akkor a fejön. Helyzetbe, tesó, most itt kell körözni a steak sarkán, egyik oldalon ott van az a szarcső, a másik oldalon a botjai, egyensúlyozik itt a sarokban. Jó. Ja. Közben meg a hal menne be a fény elől, menne be a steak alá. Nem adja magát könnyen már, vagy az ötödik kör teszi. Ja. És amint tesón felhúzza, felszír egyből megindul. El is ment, úgyhogy ez még eltart egy darabig. Nem majd dolgozzatok, csak szépen. Megjelent megint. Az igen, tesó, utána nyúlt és megmerítette. De nagyon fáj. Na, megyek, segítek neki. Lehet, hogy nem rontja ez az átlagot. Rendezem. Ha nem. Oh. Sőt. Széle hossza egy. Biggest fish. Hú, bakker, mekkora fejem hallom. Egy lón. Attól megijedtem, hogy rám nézett. Mindenki is megírni, amikor mondaná, hogy apa rám nézett a halacska. Behet már.
Még nem. Most be. 26,9. Azt mondja, ez 25,3 kiló. Ez 25 kilós halacska. Nem tudom, mit fogok vele csinálni. Az inkább meg kéne emelni. Csap egyet. Gondoltam, hogy épp azt akartam mondani, hogy csap egyet, orrba vág. Elered az orron vére. Közben ez a hang meg az, hogy tesónak ráncigálja a botját valami. Na, megpróbálom még egyszer megmutatni. Meg hát erről fotót kell csinálni, mert erről fotót kell. Ezt nézd. Megint leverte. Sziasztok, melles csizma rajtam. Hal meg sehol. Ennek az az oka, hogy korán reggel, vagy hát korán reggel, most reggel kapásunk volt. Mert én ugye itt bal oldalt vagyok. Mondjuk úgy, hogy közel a szektor bójához, de azért egyébként tisztes távolságra, jó 20 méter van a mi bójánkon. A szektor bója között, hát a hal elvitte, én az ágyban voltam. Kiugrottam, mire felvettem, már láttam, mozog a szektor bója. Felhívtuk a halőröket, hogy rámehettünk, de hát addigra már rácsavarodott úgy a szerelék, hogy nem tudtuk róla leszedni, úgyhogy kénytelenek voltunk beszakítani. Hát a bója már nem mozog, úgyhogy a hal az valószínűleg már leverte magát róla. Ugye a szakálmentes forró szabály van, de hát sajnálom, mert jóval lehetett. Így a húzásából ítélve nem nagyon sikerült megfordítani, nem megyek, kikapcsolom az ébresztőmet. Hát most megyünk beetetni, illetve tesómba megy etetni, és én összeállítottam az én etetésemet. Hát mutatom nektek, viszont legegyszerű. Három elemből áll. M1 van benne 16-os és 18-as méretben, illetve még Andrástól kaptam egy cellboilit, abban van itt 14-es, meg 18-es talán. 18 vagy 20-asból kevés van, látjátok ilyen. Ez van benne, de ebből tényleg már csak így a maradékot rakom bele. És ennyi, nem sok. Kicsit a házpelletből a bója köré beszórunk, és akkor ezt is azon a ilyen 6-8 méteres sugarú körön szétpötyögtetjük, majd megkérem tesómat, és ennyi az etetés, plusz hát még a köpőcsővel rá tudok innen dobálni, úgyhogy etetünk, aztán próbálunk még fogni valamit. Hát ilyen szempontból jó, hogy felkeltett a hal, mert amúgy is etetés idő van. Tesóm majd kicsit erősebb etetést csinál. Azt mondja, hogy megszórja egy nagy területet. Tegnap a rossz időjárás miatt nekünk egy eléggé elmaradt egy etetés, nem tudtunk rámenni a vízre, úgyhogy most úgy gondolja, hogy egy nagyobb területet megetett. És adtam neki bújnit, és ezt kézzel szétdobálni. Egy apró tükk, amikor pop-up-pal csalisztok, látjátok, erre egy elég nagy pop-upot kellett rátennem visszaforogva. Nézzétek meg egy vizes ödörben, hogy hogyan működik. Beletettem az előkét szépen. Lent van a pop-up a víz alján, de van súlyoz és a spinner felfelé. Hát reméljük, hogy ez sikert fog hozni ez a felszerelés. Már itt tartunk, tesókám, te már nappal is húzod alatt? Hát még kapás idő van. Beszarás. Ez az, amit most bedobtam a spinnerig. Azt mutattam is nektek, hogy szépen kisúlyoztam a nagy pop-upot. És hát ízvilág C3 pop-upot raktam rá. Ez ugye egy ilyen fűszeres, gyümölcsös ízvilág. És ma reggel ez a bot volt az, amit a hal ráhúzott a bójára. Hát egyébként egy ilyen 15-20 méterre van a bójától, de hát ugye még akkor aludtam és húzta folyamatosan, mire kiértem. Addigra ráment. Na most ideugrottam, beleálltam, és ahogy a nagyok mondják, hogy nem húzod, hanem szépen lassan elkezdesz hátra sétálni, most nem engedtem, hogy arra menjünk, hogy már el is ment a
a bújától jobbra átszánkázott a másik felett. Itt van egy nagy területen fárasztani, remélhetőleg sikerül. Hát ennyi. Kérem, kapcsolja ki. Nincs több kérdésem. Felavatásra kerülnek az új botok. Egyetok, most még csak kettő van bent, mert a harmadikat épp szereltem. Ugye ezen helikopter szereléket raktam fel, mert a csúszó inline olmaim elfogytak. Azban a méretben, amit erre a három librás botra fel tudok, meg szeretnék tenni. Úgyhogy előtúrtam egy helikopterre rendszerűre szerelt lídert. Arra felakasztottam. Hát egy kisebb, egy 98 g-os olmot akasztottam rá, mert azzal is kényelmesen el tudtam dobni, akkor még nem fújt ennyire a szél. Azt ennyi. És elhúzta. Én is nagyon meglepődtem, mert eddig így nappal nem nagyon szokott kapás lenni, tehát reméljük ez most ma változik és regisztrálunk pár kapást. Az a baj ebből a részerelékbe, helikopteresbe, hogy én azért nem dobálom el az olmokat, aztán ott fityek az olma hal orra előtt, ami az álmos könyvek szerint nem túl jó. És olyan gigant. Jaj. Azért van feje ennek van is. Ennek is jó nagy feje. Kezdődhet a ceremónia. Ó, azért van test annak is. Igen? Persze. Hát szerintem nincs akkor a válla. 15. 15? El tudsz bökni, hogy fókuszban. Ó, még jó, hogy újra mértük. Ja nem, mert 24,3, 24,275. Ja. Gratulálok, te sokkal. Újabb 20 plusz. 21 plusz. Majdnem 22. Újabb halacska. Ez ezúttal a C3-as pop-upra jött. Hát 21 kg felett van ez is. Sőt, 21 kg fél. 21,5 kg feletti. Nem tűnt akkorának. Aztán most hirtelen akkora lett. Ezt nézzétek. Jó. Nem könnyű. Próbálunk csinálni egy fotót. Gyönyörű, szép nagy hal. És hát erejében van. Jó, hát az egyetlen hátránya talán ennek a vízben visszaengedőnek, hogy itt nincs olyan, hogy a hal levegőn van. Mi az levegőt nyel, elfárad, meg bekábul, mert itt egy végig víz van, hát ezt meg kell oldani. Örülök neki, hogy így nappal is jött. Gratulálok, tesóm, erről szép képek készül. Én most már szeretném, hogy neked is jöjjön, megmondom őszintén. Majd én kifogom a banda nagyot, hát úgy legyen, én hallod, örülnék neki, mert az így egy kicsit így beárnyalja a képet. Itt egyébként nem nagyon van ilyen, hogy emlékszem, tavaly ott volt, vagy két év ott voltunk szembe, akkor én betliztem. Te fogtál azért szépeket. Hát most hála Istennek, te nem betlizel azért. Meg hát még van időnk, gyerünk, fogjuk. Mizug, mi éjjid a London utcáim ez? Hát, nem a kapás jelző, de ez is finom kis. Nem zúghat mindig a kap... Ó, de jól néz. Hát, hagyd ma béken. Rolanddal már többször megegyeztünk abban, hogy az utóbbi évek legjobb horgászvásárlása ez a kárt főző szerkezet, meg ez a kis serpenyő volt. Hát mert van egy rabszolgált tesóm, aki állandóan csinálja neked a kaját. Hát igen, meg van egy bevásárló emberem, András, se felejtsük ki, ezeket mind Németországon ő intézte. Van türelme ezeknek a megvásárolgatásában, aztán akkor itthon jár, mindig hozza a kis ajándékcsomagokat. Amit persze kifizetek egyébként, hogy félreértés ne essék, de köszönjük szépen, András!
Kész vagyok. Este, tegyél be, kész vagyok. Utcsóvetetés, tesom, készül a... Készül bemenni. Gyorsan viszi egy zét, én meg összeámolom a bolyrévat. Ők azok. Megy. 16 mil. András barátomtól van itt egy kis cell, azt elhasználjuk, hogy legyen benne van a fehér is. Nem egy 18 mm-es. Tehát még majd 20 mm-es oldódóan megyet rá. Csövezek. Ennyi az etetés. Hát nem mondanám, hogy nagy mennyiségű etetés, ennyivel fogunk. Én nem lehet most majd csövön kapnak, ami a csövön kifér. Valószínűleg az utolsó etetésünk. Szerintem holnap reggel már nem fogunk, csak kiveszük a bóját. Egészen koncentrált etetés, mondjuk utoljára. Főleg ide megy a házi pellet. És akkor a másik bójára csak 2-3 kanál marad ebből a pelletből. Meg egy marék boly. Egész jó sebességgel bírja mozgatni ez a kis aksi is ezt a nagy hajót ezzel a motorral. Akarsz beszélni? Miről? Hát arról, hogy mi a helyzet. Mondd el, tetes, oké. Jó. Hát a helyzet az változatlan. A nappal az egyelőre kuka az évnek ezen szakaszában. Úgyhogy várjuk az estét. Az előző két éjszaka során volt kapásunk, reméljük ez most is így lesz. Ugye az etetés az már megtörtént, ahogy láthattátok. Én még az éjszakai felszereléseket nem élesítettem be, gyakorlatilag kb. Úgy vannak az én botjaim, ahogy reggel 10 órakor bedobtam, Roland már frissített. Hát majd amikor kezd alkonyodni, akkor megfrissítem az összes botokat, aztán várom a biget. De tesóm azt mondta, hogy úgyis ő fog egy 30-ast fogni. Általában így szokott lenni. Úgyhogy reménykedve várjuk, hogy mit hozza az utolsó éjszaka. Növekvő légnyomás van. A éjszakára ez a boloncél is csendesedik, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy talán még egy vagy két halat sikerüljön az úszó mérlegetőbe terelni. Ha esetleg ez nem sikerül, én akkor sem leszek boldogtalan. Rolandnak azért némi hiányérzete lehet, hogy van, úgyhogy én örülnék, hogyha most már az ő botja is bőrülne, hát majd kiderül a videóból, hogy hogyan sikerül az előttünk álló este. Besteledik és egyből halad fogsz? Hát azt majd meglátjuk, hogy mi, mert szerintem bemegy mindjárt. Amur tuzur. Lehet. Itt van. Igen. Nem húzom a egyik botot se. Nem, hát egyet húzol, ami a kezedben van. Úgy át dzsaneltett ezek alatt a zsinórok alatt, mint a legnagyobbak. Még fejlámpát nem is vettem fel. Kapás előtt, 3 perccel. Azt mondja, tesó, most kéne jönni a hal. És tessék! Ez se kicsi. Nem. Ez is meg lesz 18. Lehet. Már nem merek kisebbet mondani, hallod meg. Az előző kisebbnek. Milyen háta van. Lehet, hogy ez is 20-as. Nem lesz akkora. Nem? Nem. Szép, szép. Jó. Jó. Mekkora feje van. Jó. Na, csak ez széltébe hosszába ugyanaz. Getin! Úgy fáj a könyököm. Na, ez kell még, hogy panaszkodjál még te is. Hát ezt nézd. Jó, nagy ez is. Ugye, hogy van teste? Van hosszúnak most. Nem hosszú, vagyis nem tűnt annak. Nem. Most már így annak tűnik. Kicsi a farka, ezért nem húzott ez annyira. Lassan meg tudom kiszedni belőle. Már lassan meg lesz a rutin, tesóm. Még egy 10 ilyet fogsz. Hál' Istennek, holnap reggel már megyünk haza úgy.
Igen, már amúgy is kezd fájni a hátam. Nem azért, hogy 10 ért fogsz, vagy nem, hogy nem azért megyünk haza, hanem azért, mert nekem már bőven elég. Hát igen. És ez neked nem egy gyakorlatilag, hogy kéne. Tehát sajnos előfordul az ilyen. 24-5-25. 1,6. 23-5-25, 22-9 környéke. A víz nem lett melegebb. A halak meg nem lettek kevésbé ugrálósak. Hát a C3 pop-up, és most bedippeltem. Nyugodtan engedi. 22 kiló feletti, majdnem 23. Gyönyörű szép tükörpont, visszaengedem. Halasz. Ezzel is meg kellett küzdeni. A videóból nem úgy tűnik, mert megvágom, de kőkemény minden horgot bevetni. Kihozni nem olyan nagy szám már ezeket a halakat, mert szépen jönnek kifelé. Ez most nagyon. Hallod, azt hittük amúl. Hát pillanatok alatt itt volt a stég előtt. Takom, de tesóm, hogy tenne sárgálik a farka. Kapása is olyan volt, védekezése se volt olyan heves. Hú. Érdekes volt. Ki akarta fújni a szájából szerintem a már rutinos öleg róka. Rázta a fejét. Igen. Rázta a fejét, hogy hát ha kiesik belőle, de nem. Az istenes. Spinner jó megfogta. Hát a felszerelés, ahogy ígértem. Ugye a bot maga ez a... Ez az új botom, ez a Crosscast Traditional. Emblem 45 mm dobemelési orsó van rajta. Ez a 23-as, 2023-as modell. És a Business End. Maga a zsinór az egy korda felvastagodó dobó előke. És akkor ide egy palomár csomóval be van kötve egy körülbelül... Hát mennyi ez? 90 centis, 1 méteres lead-kor. Azért váltottam erre a végszerelékre, mert a ma reggeli kapás az rávitt a bójára az utolsó olyan inline olmomat, amit tudtam volna használni, és akkor most lecseréltem egy helikopter szerelékre, de láthatjátok, mivel találtunk viszonylag kemény hajzatot, ezt a kis gyöngyöt egy mennyire egy ilyen a kisebb arasznyira, 10-15 centire húztam csak fel. Tehát ennyi a szabad mozgása a horognak. Ugye a helikopter szereléknek ez az egy nagy átka, hogyha ez messze van ez a gyöngy, akkor tulajdonképpen ha így fekszik, akkor a hal viszonylag szabadon mehet. Lehet, hogy ezért is volt ilyen furcsa kapása. Maga a horog az egy crimpled boom, horda boom horog előke, és egy crank, 4-es méretű crank horogból kötöttem spinneriget, és mégpedig azért a crank horogot használtam. Hát ezt is szintén a kordásoktól lestem el, mert ugye itt, itt szakálmentes horog szabály van, és a crank, illetve a wide gape horognak egy kicsit a hegye nem egyenes, hanem így visszahajlik. Ugye itt a kordások úgy vallják így a víz alatti felvételek alapján, hogy az egyenes végű horogok, mint például egy curve shrank, az gyorsabban akad meg a halnak, tehát hamarabb átüti a száját, és kevesebb szer történik meg, hogy kiköpi a halacsalit, viszont ezek a kicsit hajlított hegyű horgok, ezek jobban megmaradnak a halak szájában a fárasztás során. Úgyhogy ha ilyen szakálmentes szabályú tóra mentek, akkor javaslom az ilyen jellegű horgok kordakínáltában a crank vagy a wide gape-nek a használatát. Hát ennyit szerettem volna bemutatni, és még egy dolog, még ha a tesóm maradsz itt egy picit. Ebből a bazi nagy pop-upból, ez egy SBS Premium 20 plusz prémium pop-up, és hát azért 20 plusz, mert 20, 24 és hát lehet, hogy még talán 30-as. A 30-as nincsen, de 20-as és 24-es van benne. Tehát gigantikusan nagy. És hát ezt a horgot, ezt úgy elemlem, mint az állat. Azt hiszem, azt mutattam is napközben, hogy ezt addig nyesegettem szépen ilyen, hát majdnem ilyen kockára vágtam, és itt a kis vedrecskémen kipróbáltam, hogy a spinner horog az szépen üljön le, és még annyi a trükk, hogy ide egy ilyen kis 30-as, hát nem tudom, hogy ez 30-as számon, nem tudom, lehet, hogy ez a grammot mondja, egy ilyen 30-as kis sűjesztő ólom rá van ide téve a spinner szárára, hogy ezt a erős pop-upot lent tartsa. Hát ennyi volt. És még a titok, azaz, hogy C3-as a saját folyadékába megmártogattam, ugyanis ez már reggel óta bent volt ez a, vagy hát délelőtt óta bent volt ez a szerelék. Most délután a kapás időt kivettem, láttam, hogy a csali még jó, hogy beledippeltem a folyadékába, fél órát nem volt bent és elhúzta. Nem biztos, hogy a dip miatt, bár szerintem az is hozzájárult, inkább az, hogy kapás idő van, úgyhogy minden horgot bevetni. A pontos horgászat itt nagyon fontos, ugyanis
nagyon a bója közelébe tettünk. Pontosan 22 ilyen tekerésre, azaz 88 yardra van kimérve a bot, és ez annyira jól sikerült, hogy az előző dobásom így volt kimérve, kicsit előrébb engedtem a botpiccet, amikor megütötte a klipszet, és telibe vertem a bóját, és el is gyűjtötte, úgyhogy ezt ki kellett vegyem. Szóval az a lényeg, hogy pontosan horgászunk, és mindig klipszre. Nagyon fontos, főleg ilyen nagyméretű csaliknál, hogy a megüssi a klipszet, terüljön ki, a csali még véletlenül se gubancolódjon, és a másik pedig az, hogy elég iszapos tud lenni a tófenék. Mikor a klipszet megüti, akkor ha belassítjuk a zólónak a becsapódását, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a csali az prezentálva van és horgászunk, úgyhogy gyerünk levetni. Háromnál tartottam. Mi a helyzet, te sokkal ennyi volt? Hát nekem ennyi volt, csomagolok. Nekem is. Valószínűleg egy 10 perc múlva neked is. Hát jó, mindjárt. Mondjuk te jobban bizakodsz még az utolsó 10 percben, mint én, mert nekem azért ez most nem igazán adta ki. Hát figyelj. Az első két óra után azt hittem, hogy a babis hús. Ó, igen. Ott én is azt hittem, hogy olyan lesz, mint legutóbb, amikor itt szembe voltunk, hogy én nézlek, te meg húzod a halat. Jött egy 19 kilós, de utána nem nagyon. Megfogtam a tó szerintem legkisebb halát. Hogy nem. Jött legkisebb pontját. Nem, mert amikor csónakáztunk a szembeszomszéd, mint hogy ő is fogott egyet. Igen? Aha. Akkor az egyik legkisebbet, nem is gondoltam, hogy van benne ilyen. Ahogy Ádám mondaná. Gondolom beleívtak itt. De hát nem is ez a gond, hanem az, hogy én nem nagyon bírom ezt a 4 napos statikus pecát. Az ütemet is elveszítettem, nem is csalizgattam, már igazából eluntam az egészet. Szar, amikor nincsen inger az embernek, hogy nem jön a kapás. És úgy napközben, amikor így ültünk, hol az eső szakadt, hol a szél fújta le a botokat a roppodról, hol rohadt meleg volt, így igazából elvesztettem a fonalat, hogy most mit is kéne csinálni. Sok csalit kipróbáltam, sok etetőanyagot bekevertem, háromféle különböző pelletet, ízesítettem is őket, variáltam is őket. Semmi. Hát igen, neked féderesképp az a jó, hogyha naponta legalább 5 halat megfogsz. Igen. Igen, az lenne. Nem is a méret számít, ez a 19 az nagyon élvezetes volt ezzel a kis bottal kifárasztani. Nekem jó lett volna, hogyha jön egy 20 pluszos, de azért legyen egy 20 pluszos, meg több kicsi, de ez most nem adta ki. Lehet, hogy túl sokat akartam. Tesóm megfogta helyettem. Úgyhogy összességében nincsen semmi probléma, hiszen tesóm szép pecát zár, meg méltóképpen megkezdte az évet a nagyhalakkal. Én meg majd elmegy féderes vizekre ott élvezkedni. Aztán próbálom kerülni a 4 napos pecákat, úgyhogy a hosszú pecákra, tesóm, Tibikét kell vinned. Meg hát a nagy szívfájdalmam az igazából, hogy édesapám miatt szerveztük ide a pecát, meg erre az időpontra. Most lesz a születésnapja, meg a névnapja. Aztán nem sok időt töltött kint velünk, azért jobb lett volna, hogy kicsit kijön, zsugázunk, talán úgy jobban elütöttük volna az időt. Igen. De majd legközelebb. Igen. Úgyhogy most ez van. Tesóm, neked milyen? Meséljél csak. Hát nekem, ahogy láttátok, jól sikerült a peca. Én nem lehetek elégedetlen, nem számoltam össze, talán 4 darab 20 pluszos halat fogtam. Összesen azt hiszem 7 darab halam van, vagy 8, nem is tudom, de mindegy, tök mindegy. Azt majd lehet látni a videóba. Közel kerültem az egyéni csúcsomhoz, most megnéztem a catch registerben. Eddig ugye 25,4 volt, most itt egy 25,3-asat fogtam, hát itt már dekák döntöttek, az akár mérési hiba is lehet. De hát, ha valaki csúcsot akar dönteni, azt rendesen meg kell, úgyhogy minimum egy 26 felett itt kell majd fognom, és akkor az már biztosan az lesz. Én jól éreztem magam. Kicsit nekem is egyébként rányomta a bélyegét a horgászatomra az, hogy tesómnak nem nagyon adta. Én azért szeretem azt, hogyha mind a ketten húzzuk, van egy kis versenyszellem, meg tényleg az úgy rányomja a bélyegét, hogy az egyik búsakodik, a másik meg fogja a halat. Úgyhogy én nagyon szurkoltam, hogy végre a féderek is elsüljenek, de hát ez most ilyen pece volt. Emlékszem, ugyanezt láttam Rolandon, amikor itt a hátunk mögötti helyen voltunk, akkor fordított volt a helyzet. Én ültem végig, akkor csak 48 órás volt a pece, úgyhogy nem 4 napot kellett végülni, ő fogott pár szép halat, én akkor semmit. Most legalább ő sem betlizett, és hát felavatásra kerültek ezek a gyönyörű kis botok. Szerintem ez nagyon jó vétel volt, úgyhogy erről majd fogok készíteni külön egy felszetelés mustra videót. És hát igen, megkezdtük az éven. Szerintem a videó elején mondtam, hogy már voltam kétszer pecázni. Egyszer délben, egyszer 11 órakor kezdtük meg a pecát, akkor azokon a horgászatokon nem sikerült halat fogni, és most az első halam egy 19 kilós pont lesz, tehát nyilván ez ilyen helyre kell jönni. Úgyhogy szépen lassan majd jönnek a horgász videók, tartsatok velünk, hogyha tetszett nektek ez a film, akkor nyomjatok egy lájkot erre a videóra,
és egyébként iratkozzatok fel a csatornára. Ez több okból is fontos lenne, hiszen ma is kaptam olyan üzenetet, vagy tegnap, hogy hú, hát ő szeretne jönni a közönség találkozóra, a kedves néző, és a YouTube most dobta fel neki azt a videót, amit arról készítettünk, hát az egy fél éves videó idestova. Úgyhogy ezért éri meg feliratkozni és a kis csengetyűt bekapcsolni, mert akkor egyrészt a videókról, másrészt az ilyen nyereményjátékokról és egyéb hozzánk köthető akciókról is kaptok értesítéseket. És ha már nyereményjátéknál tartunk, akkor egyrészt Rolandnak a Zenzones botját ki fogjuk sorsolni a 11.111. feliratkozó után. Mindenki részt vehet benne, nem csak az a feliratkozó, tehát ez egy teljes nézőszámra vonatkozik. Illetve a Dajva Magyarországnak köszönhetően bizonyos botjainkat le fogjuk cserélni, és ők hozzájárultak ahhoz, mivel azok már kifutó szériás botok, hogy azokat is majd egy nyereményjáték keretében nektek elajándékozzuk. Természetesen ezek a nyereményjátékok csak a feliratkozók számára lesznek nyitottak, úgyhogy ezért is érdemes követni minket. Üdvözletünket küldjük innen Tokajból, és nem tudom hol, de folytatjuk az évet majd. Tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!